Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 16-án 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezetőjével, majd könyvbemutatóval és kortárs klasszikus koncertbeszámolóval várom önöket. Tartsanak velünk! Nos, kedves nézőink, akkor már is itt van a Paletta magazinban a beszélgetés, ahogy ígértem önöknek, vendégem Zemlényi Katica, Vox Mirabilis Kamarakórus karnagya, művészeti vezetője. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen, örömmel jöttem. A beszélgetésünk tárgya pedig egy halottak napi koncertről is szó esik majd, de mindenek előtt a kötődésök, elkészült a Vox Mirabilis lengyel-magyar kortárs albuma. Azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog. Köszönhetően a Václav Felcsák Alapítvány pályázatának. No, ez egy régi terv volt. Honnét jött a gondolat, hogy ilyen sokszínű albumot jelentettek meg? Nagyon régi tervem volt, hogy lengyel-magyar CD-t, zenei CD-t készítsünk, hiszen sokszor jártunk Lengyelországban, és nagyon sok kórust, lengyel kórust láttunk már vendégül itt Székesfehérváron, és nagyon, nagyon jó barátaink a lengyelek, nagyon szeretjük az ő kórus muzsikáikat, lengyel zeneszerző kórus muzsikáit is, és nekem nagyon-nagyon régóta volt már tervem, hogy mi lengyelül énekeljünk, lengyel műveket jelentessünk meg, de hát ugye ennek komoly anyagi háttere is van, és hát eddig nem sikerült, és egyszer csak a Jóisten küldte ezt a Václav Felcsák Alapítványt, akik kiírtak egy ilyen pályázatot, hogy lehet egy ilyen hanghordozót létrehozni, ami nekünk óriási öröm, hogy minket a profik közé soroltak, és ezért egy, tényleg egy nagyon szép összeget kaptunk erre a CD-re. Még mielőtt beszélgetnénk, hogy mi is milyen tartalma van, azért nézzük meg, hogy van egy rövid bejátszásunk arról, ahol a Vox Mirabilis énekel. Nos, hát egy felvillanás volt mindösszesen. A tematikáról beszéljünk egy kicsit, azt hiszem, hogy ez megéri a szót annál is inkább, hiszen ebben zeneművek és irodalmi részletek egyaránt szerepelnek, és a válogatása a te gondolataidat dicséri. Honnét jött az a sor, amely végül is megjelent a CD-n? Először is azok a lengyel zeneszerzők, akik szintén nagyon jó barátságban vannak a magyarokkal, azok közül válogattunk, és ugye tudni lehet rólunk, hogy mi nagyon szeretjük a kortárs, tehát hogy igazából több kortárs mű hangzik el a Vox Mirabilis részéről ezen a CD-n. Amit most hallottunk, az egy nagyon érdekes mű, Klonovszkinak a Gaudemater Polónia, ami gyakorlatilag a lengyelek második himnusza, tehát gyakorlatilag egy olyan himnusz, mint nálunk a Boldogasszony anyánk, és ezt nagyon-nagyon szeretik énekelni, és azért gondoltuk, hogy barátságból ez is megjelenik rajta. A verseket pedig, hát itt van nekünk Bobori Zoltán, itt van nekünk Harry Duda, itt van nekünk egy csomó olyan, nekünk azért mondom fehérváriaknak, olyan lengyel és magyar költők,
akik tényleg ezekről a barátságokról, a Katinyi keresztről írtak, a lengyelekről, a magyarokról, és hát úgy gondoltam, hogy talán ezt egy kis cselló muzsikával, énekléssel megmutatni, hogy ki mit tud hozni a saját országából, ez lenne egy olyan sor, hogy ezek a magyar versek lengyelül is megszólaljanak, a lengyel versek magyarul is megszólaljanak. Annál is inkább, hiszen ugye a tavalyi esztendőben, szeptember 3-án búcsúztunk el Janusz Vojcsiktól, aki gyakori vendég volt, tiszteletbeli polgár volt, Székesfehérváron a Vörösmarty Társaság tiszteletbeli tagja. Jelenleg is egyébként az elmúlt héten voltak kint Bobori Zoltánék egy emléknapon, hiszen a Vörösmarty Társaság is ápolja ezt a kapcsolatot, és nagyon jó, hogy a Vox Mirabilis ilyen értelemben is csatlakozott hozzá. Bár ez nem véletlen, hiszen háromszor is jártatok már Lengyelországban. Így van, jártunk többször is Lengyelországban, és hát rendszeres résztvevői vagyunk a Lengyel Irodalom Napjának, ami a Városházán zajlik, most is november 17-én lesz majd, és reméljük, hogy erről az új lemezről is bemutathatunk majd ott kórusműveket. Nekünk ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy nem csak az fontos, hogy a szívünkben, lelkünkben ezt érezzük, ezt a barátságot, hanem tegyünk érte. Igen, kicsit nehéz, amikor dolgozni kell, amikor meg kell tanulni új műveket, vagy mondjuk ott állunk egész nap állva, és vesszük fel a CD-t, de utána egy gyönyörűség. Nyilvánvaló. Ugye említetted Klonovszkit, de hát Vilkomirszky, Blaha, Goreszky, emellett természetesen a magyarok Kodály és Ránki művei is megszólalnak. Milyen volt a próba folyamat? Nagyon érdekes volt, mert a szólisták, ők külön próbáltak, a kórus is megint külön próbált, és a versmondók pedig szintén külön próbáltak. Fellinger Domonkos, egy fiatal budapesti színész, akit megkértünk ezekre a versekre, és azt hiszem, hogy nagyon bensőségesre sikerült elmondani, elszavalni ezeket a verseket. És hát nekünk nagyon érdekesség volt, hogy amikor egyszerre megjelentek a versmondók, a kórus és a szólisták, hogy akkor ebből mi fog kisülni. Ami nagyon különleges volt, hogy egy jó sorrendet kellett ebből kialakítani. És ilyenkor az történik, hogy én kivágom a műveket ilyen csíkokra, hogy mi fog megszólalni, és egy nagy tálcán rakosgatom, hogy mi miután, és akkor meghallgatom, akkor újra kicserélgetem. Tehát ez egy háromnapos folyamat, mire hát egy CD sorrend kialakul. Hát ez a szerkesztő dicséri mindenképpen. Azért említsük meg Andrej Straszewskit, aki lengyelül mondta a verseket, és tudjuk, hogy ő itt él Székesfehérváron, és a magyar Lengyel Barátság ápolója, igen, a baráti kör egykori vezetője. Viszont a közreműködőkről is essék szó. Először mondjuk a lengyeleket, olvasom, hogy Kamila Szlotkovszka mohai cselló művész játszott, aztán Kéri Tamás zongora művész, és mindenek előtt Zemlényi Eszter is ott volt a körötökben. Ez a kötődéseket megerősítette mindenképpen. Igen, többféle kötődés is. A lemeznek is a címe Kötődések, azért, mert ebben minden beletartozik. Beletartozik a zenei kötődés, az irodalmi, a lengyel-magyar kötődés, beletartozik a Székesfehérvár-Budapest, beletartozik a családi kötődés is, tehát igazából ez úgy mindent elmond, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagy halmaz, de leginkább a lengyel-magyar barátságra. Kéri Tamást a székesfehérváriak ismerik, hiszen 6. alkalommal a Farsangi Opera Parádénkon mindig ő az, aki zongora kísérő. Esztert nem kell bemutatnom, és igazából Eszter javasolta Kamillát, egy csellóművész, fiatal csellóművész, akinek magyar férje van, és nagyon szépen beszél magyarul, és nagyon-nagyon boldog volt, hogy ő lengyel zeneszerzők műveit szólaltathatja meg, és olyan szelíden és lelkesedéssel, olyan nagy odaadással próbált Kéri Tamással, hogy kölcsönösen is nagyon megszerették egymást, és ez egy nagyon jó kapcsolat alakult ki. Tehát ez a kötődések, ez nem csak a múltra és a jelenre vonatkozik, hanem bizony a jövőben is hoz majd sokat. Dva bratánki, és ennek méltósága és felelőssége van, én azt gondolom, a két nemzet között, mint ahogy annak is, hogy olvasom, hogy sikerült felkutatni egy 1938-as kettő himnuszt, azt hiszem, hogy ez egészen különleges. Hát nagyon sok szép mű hangzik el a lemezen, nagyon sok nagyívű
klasszikus zenei mű hangzik el, de igazából a szívünknek ez a kettő a legkedvesebb, amik talán zeneileg nem biztos, hogy a legmagasabb szintet ütik meg. A magyar-lengyel himnusz, ez 1938-ban keletkezett, egy magyar zeneszerző készítette a szövegét is, és a dallamát is, és akkor még úgy volt, hogy a Tátra a közös határ, és így indul ez a kórusmű. Ez egy kicsit, tehát inkább ilyen operettes hangulatú, tehát annak az időnek a zenei stílusát hozza magával. Nagyon kifejező és nagyon hazafias mű, és ezt egy kicsit átalakítottam úgy, hogy a férfiak éneklik a szólamokat, a verseket, és a nők pedig a refrénbe bekapcsolódnak, hogy egy kicsit ezzel is a hazafiasságunkat kifejezzük. A lengyel mű viszont, ami szintén a lengyel-magyar himnusz, vagyis az lengyel-magyar, egy lengyel zeneszerző írta, ami hasonló fordítású mű. Ennek nagyon nehéz a lengyel szövege, és ezt azt gondoltuk, hogy jobb, ha mi ezt szépen ennek a gyönyörű lengyel dallamát feldúdoljuk, és Andrzej pedig rá mondta ezeket a lengyel szövegeket, és tényleg annyira nagyon érdekes, hogy én nem gondoltam volna, hogy Andrzej Straszewskinek ennyire jó orgánuma van, de a lemezen lejön, hogy mennyire jól lehet őt ilyenre is használni, és hát írtó boldog volt, amikor őt megkértük erre. Igen, ez borzongatóan szép történet mindenképpen. Nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy hogyan juthatnak hozzá majd a következő időszakban mindazokat, mert én azt hiszem, hogy bizonyosan keresni fogják. Keresni fogják, ráadásul a Václav Felcsek Alapítványnak annyira tetszik ez a lemez, hogy felkértek minket, hogy a Magyar Tudományos Akadémián bemutassuk ezt a lemezt, legyen egy lemezbemutató. Azt hiszem, hogy három másik nagyon sikeres lemezzel. Ezt a lemezt el fogjuk juttatni a lengyel-magyar baráti körökhöz, el fogjuk juttatni a polgármester úrhoz, hogy amikor érkezik delegáció, akkor bátran adjon belőle ajándékként, és hát valószínűleg a közönségünk is hozzá fog jutni majd egy-egy koncert alkalmával. No, én köszönöm szépen, és akkor folytassuk most, illetve a nézők figyelmét, tehát felhívom, hogy itt van a kötődések Banding Viézi. Ugyanakkor nemrégiben köszöntöttük, emlékeztünk a Nemzeti Gyásznapon, illetve a Halottak Napján a Ciszter templomban a hagyományokhoz hűen Pad Zoltán erkeldíjas karmester vezényletével egy fantasztikus koncert volt, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Vox Mirabilis és az Ars Oratoria Kamarakórus részvételével. Én azt gondolom, hogy megint megtörtént az, hogy rendkívüli méltóságot kölcsönzött a fellépésetek, annál is inkább, mert sikerült olyan fúré műveket, illetve volt még egy zeneszerző, amely kölcsönözte azt a méltóságot, amire ilyenkor szükség van. Dürüflé és foré művek hangzottak el ezen a koncerten. Amikor Pad Zoltán felkért minket, a kamarakórust, hogy vegyünk részt ezen a foré requiem éneklésen, hát akkor nagyon megdobogtatta a szívemet, mert nagyon régóta szerettem volna már ezt a mennyei zenét megmutatni a kórusnak és elénekelni. Ugyanakkor Kantik Jean Racine-nek is elhangzott szintén foré műve, amit a szerző 16 évesen írt, és egy fantasztikus, kifejező, gyönyörű ima Istenhez egy hálaadás. A foré requiem az egy különleges, tehát megszoktuk Verditől, megszoktuk Mozarttól, hogy dies irae, hogy lesújt Isten haragja, és hogy könyörülj rajtunk, Uram. Foré egy kicsit másképpen fogja fel. Azt mondták annak idején az ő zenéjére, hogy ez inkább egy ilyen halálba vívő ének, vagy egy ilyen elköszönő ének. Hát az, hogy az utolsó tétele in paradisum, tehát a paradicsom, a mennyország, és tényleg így kell megszólaltatni, nagyon kényes mű. Egyáltalán nem könnyű, hiszen van, hogy négy szólamnak kell gyönyörűen megszólalnia, uniszónó, van, hogy egy-egy szólamnak, és ott nem lehet, hogy hangok kihallatszódjanak, nem lehet, hogy
később zárj be egy sort, előbb indíts el, nem lehet, hogy akadás legyen, hogy a levegő elfogjon, tehát nagyon kellett koncentrálni, de nagyon nagy boldogság volt elénekelni. Igen, hát megerősödött bennünk, hogy ugye méltatlanul keveset szerepelő, de ennek ellenére azért tudni kell róla, hogy a 20. század egyik legjelentősebb francia zeneszerzője volt, olyan tanítványokkal, mint például Ravel, tehát ez fantasztikus dolog. És hát mi a Híradóban bemutattuk, én azt mondom, hogy aki ott volt élőben, az megtapasztalhatta mindazt, amit mondtál. Nos, hát erre volt időnk, Katica, viszont én bizony benne, hogy még az idén találkozunk, hiszen azért jön a karácsonyi időszak, ami a tiétek szintén. Igen. Úgyhogy most köszönöm szépen, és majd visszatérünk, hogy mi lesz majd karácsonykor, én már érdeklődéssel várom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Velünk. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A Vörösmarty könyvtárban bemutatták László István Jánoska Határvonalon című kötetét. Az önéletrajzi ihletésű könyvben a szerző szülőföldje Kalotaszeg hagyományait, családja mindennapjait, ünnepeit mutatja be. Pémanklán Réva, a Vörösmarty Társaság alelnöke köszöntötte a zsúfolásig megtelt Vörösmarty Mihály könyvtár olvasótermében a megjelenteket, ami nem véletlen, hiszen egy olyan könyvbemutatóra várták a Gutenberg galaxis lakóit, amely bizonyosan mindenkinek megdobogtatja a szívét. László István Jánoska első kötete a Határtalanul, szülőföldjére, Kalotaszegre kalauzol el bennünket. Egy csodálatos világba születtem, ez ajándék az élettől. Kalotaszeg annyira egyedi, annyira megismételhetetlen, és nekem volt szerencsém eltölteni 34 évet Kalotaszegen. Úgyhogy az életemnek az első évtizedeiben még élő Kalotaszeg volt a Kalotaszeg, tehát a földalapú társadalomba születtem bele, ahol erre épült fel rengeteg szép hagyomány. Januártól decemberig, ahogy a természetnek a ritmusa következett, úgy épültek rá hagyományok, ünnepek, vallásos és profán ünnepek. És én ezeket ismertem, tudtam és értettem is. És úgy gondoltam, hogyha az embert már megajándékozza a természet vagy a fennvaló egy pici kis tehetséggel, és diplomásként kerül ki abból a közegből, mert abban az időben még nagyon kevesen jutottunk el egyetemekre, akkor valahol kötelessége is az embernek valamit visszaadni, hát annak a közösségnek. Ez rendkívül fontos, ugyanakkor az is fontos, hogy ezt kötetbe foglalja. Ez volt a motiváció, az imént elmondottak? Egy folyamat volt az én alkotó munkám. Volt egy belső indítatás természetesen. Kiskorom óta gyűjtöm az adatokat, jegyzetelek, de mindig voltak olyan külső körülmények, amelyek úgymond lökést adtak az én irodalmi természetű munkámnak. Már odahaza, aztán itt Magyarországon, mikor ide kerültem, akkor Szarvason laktam 6 évet, hát kíváncsiak voltak az erdélyi kalotaszegi embernek a történetére, és fölkértek, hogy írjak. És én akkor írtam. Nagy sikere volt, és aztán jött a folytatás. Egyre többet kértek, Székesfehérváron ugyanúgy, és összegyűlt egy hatalmas anyag. És úgy gondoltam, hogy most 66 évesen eljött az ideje, hogy egybe gyűjtsem ezeket a különböző helyeken megjelent írásokat. Tehát így született meg a kötet, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Vörösmarty Társaságnak, fölkarolta ezt a könyvkiadást. A Szegfű Láncos Alapítványnak is nagyon hálás vagyok, hiszen támogatták anyagilag a könyvnek a megjelenését. Hát természetesen mindenkinek, aki segített, a lektoromnak, aki jó barátunk, Noéminek. És hálás vagyok tulajdonképpen a Vörösmarty Könyvtárnak is, hogy ebbe a gyönyörű terembe tudjuk bemutatni.
Ferenczi Noémi a Ciszterci Szent István gimnázium kiváló pedagógusa számára, aki a kötet lektoros, egyúttal a szerző beszélgető társa is volt, kivételes élményt nyújtott betekinteni az önéletrajzi ihletésű kötetbe, megismerni Kalotaszeg egyedülállóan gazdag világát a közös munka során. Ilyen személyes kapcsolaton keresztül a szerző személyes jó ismerősünk, és nagyon régen, 10 valahány évvel ezelőtt kért fel arra, hogy olvassam el ezeket az írásokat, akkor arra bátorítottam, hogy mindenképpen adja ki őket, mert olyan értéket képviselnek szerintem, amiket kár lenne a süllyesztőben hagyni, és aztán most adódott alkalom ezelőtt egy évvel, hogy ezt meg is valósítsuk. Ha már itt tartunk, akkor mit jelent számunkra, vagy mit kell, hogy jelentsen számunkra Kalotaszeg? Alapot, a gyökereket mindenképpen. Én magam nem vagyok kalotaszegi, de egy olyan hihetetlenül gazdag kultúráról beszélünk, amit mindenképpen meg kellene őriznünk. Most hirtelen az ötlött fel bennem, úgyhogy gyorsan el is mondom Antóniusnak a szavai, hogy temetni jöttem, nem dicsérni, meg éppen fordítva mondanám, hogy dicsérni jöttem, és azért, hogy ne kelljen eltemetnünk ezt a kultúrát. Tehát az értékeket meg kell őrizni, lehetőleg tovább kell gondolni és tovább kell vinni. A szerző szülőfaluját, családját, küzdelmes mindennapjait és ünnepeit megjelenítő kötet a Vörösmarty Társaság kiadásában a Láncos Szegfő Alapítvány támogatásának köszönhetően juthatott el az olvasókhoz, akik a Ciszterci Gimnázium növendékeinek köszönhetően részleteket is hallhattak a könyvből. Folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs műhely sorozata. A koncertprogram vendége volt a Vitorlás Legenda Fanándor is. A Csend Körei címmel folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs zenei műhely program sorozata. A koncert sokat mondó címe meghitt estet ígért. Olyan darabok csendültek fel, amelyek megerősítették, hogy a mértékteremtő csend mellett a zene a kapcsolatteremtő erő. Egy mindnyájunk számára nagyon közös alapélményhez, a vízhez, a tengerhez és az óceánhoz fognak kapcsolódni ezek a darabok, illetve a csendnek a kérdéséhez, ami szintén azt gondolom, hogy mindnyájunk számára alapélmény. Mind a három mű, többé vagy kevésbé, de mind a három nagyon érzékletesen ábrázolja a saját választott témáját, és azt gondolom, hogy a Szabó Balázsnak köszönhető nagyon informatív műismertetők által mindenki közel fogja érezni magához a műveknek a témáját. A koncertprogram első előadásában a zeneértő közönség elmélyülhetett Dobri Dániel Wolfgang Elsüllyed egy pohár vízben című darabjának ősbemutatójában. Ez egy zicser helyzet igazából, könnyű ilyen zenészek, ilyen karmester és ilyen zeneszerző mellett a csendről beszélni, mert meg felemelik az estének a hangulatát, az estének az állapotát. Igen, itt most egy fontos célunk lesz megteremteni a csendet, beszélni a csendről és eltávolodni a csendről. Vendégként a Zeneakadémia kivételes tehetségű zeneszerzője Lázár Dániel darabja, Seasong ősbemutatója következett, amely kapcsolódva a csendhez hozott emelkedett hangulatot. Most idén végeztem a Zeneakadémián, és külön öröm, hogy lehet ilyen lehetőségben részt venni, hogy egy zenekar fölkér egy kortárs zeneszerzőt. Ez mindig egy megtiszteltetés, azt gondolom minden zeneszerző számára, hogyha egy zenekarnak alkothat. A kompozíció Wolfgang Amadeus Mozart B-dur szerenádjának a hangszerelésére íródott, és kiemelten fontos szerepet kap a maga a csend benne. Ez
különféle váltakozásokkal jön létre, és különböző akusztikai környezetekben más-másképpen szerepel ez a darab. A koncert programjában meglepetésként Fanándorral, a világhírű hajótervezővel és óceáni szólóvitorlázóval, Nagy Péter a Vörösmarty Színház színművésze beszélgetett kortászenéről, hajózásról, értékmentésről, a külső és belső környezetünkről, valamint a csendről. Dani, amikor engem ezzel megkeresett, ezzel a dologgal, én először azt mondtam, hogy kizár dolog, hogy én ezt elvállaljam, mert én nem csináltam soha életemben ilyet, és nem is tervezem. Tehát én nagyon tisztelem azokat, akik ezt az interjúzást, ezt a műfajt ismerik, és ebbe honosak. Én nem vagyok az. A Dani tudja rólam, hogy én nagyon szeretem a hajózást, és alapvetően a tengert. Tehát ezekkel a fogalmakkal alapvetően tisztában vagyok. Régóta tudok én is arról, hogy Fanándorra miért lehetünk büszkék, tehát ismerem nagyjából a történetét. Azt mondom, tehát amit legalábbis így a könyvek alapján be lehetett gyűjteni információkat. Ezek is támpontot jelentettek meg, hát igazából ami valóban, ahogy ez így elhangzott, tehát ennek ezt a belső útját, ezt lenne jó feltárni, tehát ezt az emberi oldalát, amit meg színészként valahogy ez a dolgom, én is ezzel foglalkozom, és megpróbálom azokkal a fogalmakkal operálva valahogy ezt így feltárni. Fanándor az élő legenda számára, aki első magyarként többször is körbehajozta a földet, a csend ismeretlen fogalom volt. Ma már viszont megbecsüli, ahogy a zenét is. A vágyakozás szintje az, ami összekapcsol. Ugyanis se itt a mostani életemben, se hajós életemben a csend nem volt a sajátom, mert az ember azt hinné, hogy az óceán közepén ott csend van. Emberi értelemben véve igen, de a természet értelmében nem. Ott harsog, zubog, dolgozik, küzd minden, az elemek a leginkább egymással. Mi meg csak fülelünk, és óriási, hát jó esetben hajóban van olyan 60 decibeles zaj. Tehát a csend a mai embernek egy luxus ajándék. Hát azért is érdekelt, amikor meghívtak, és zeneileg ezt meg lehet fogalmazni, akkor... A koncerten megtapasztaltuk, hogy kezdetben van a csend, és a zene a csendből jön. Azután következik az a megmagyarázhatatlan csoda, ami a legkülönbözőbb hangzások és struktúrák alkotta folyamatokból összeáll. Aztán visszatér a csend. A csend tehát voltak éppen a zene előfeltétele, kaptuk meg a megerősítést, hiszen a csendet követő zene az emberi kapcsolatteremtés előfeltétele. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!